Sági Zsuzsanna vagyok, EFT tanácsadó és tréner, és 2009 óta foglalkozom stresszkezeléssel, főleg felnőtteknél, de szorongós gyerekekkel is szoktam foglalkozni. Azt tapasztaltam az elmúlt 11 évben, hogy nagyon gyakori a szorongással együtt járó nem alvás, vagy aludni nem tudás, mind felnőtteknél, mind gyerekeknél. A gyerekeknél azt, hogy nem tudnak elaludni, vagy nem tudják átaludni az éjszakát, nagyon gyakran ugyanúgy a szorongás és tudatalatti aggodalmak és tudatalatti folyamatok indítják be. Egészen pici csecsemőkorban is akadnak problémák. Mostanában egyre gyakrabban hallok olyan kisbabákról és csecsemőkről, akik nem tudnak elaludni, vagy nem a úgymond egészséges két-háromszor ébrednek éjszaka, hanem hosszú órákat nem tudnak átaludni, se éjszaka, se nappal. Tehát, hogy így megnövekedett az ébrenléti idejük, és a szülők nem tudják, hogy hogyan tudnák elaltatni a gyermeket. De ez nem csak csecsemőkorra jellemző. Hallottam már óvodásokról is, és iskolától, általános iskolától pedig elég gyakori a szorongós gyerekeknél, hogy nem tudnak elaludni, vagy csak nagyon nehezen tudnak elaludni, és nagyon kevés időket tudnak alvással tölteni. Az a szerencse, hogy az EFT-vel lehet nekik segíteni abban, hogy könnyebben megnyugodjanak, és könnyebben át tudják aludni az éjszakát. Olyan 6-7 éves korig azt szoktuk mondani, hogy ha a gyerekek nem tudnak aludni, 6-7 éves korig elég komoly szimbiózisban élnek a szülőkkel, és a gyerekek nagyon nem tudják még megfogalmazni, hogy pontosan mivel is van problémájuk. Azt el tudják mondani, hogy félnek a sötéttől, hogy félnek a szörnyektől, vagy valami mástól, de a pontos problémákat még nem tudják megfogalmazni. Vannak olyan gyerekek, akikkel ettől függetlenül lehet kisebb korban kopogtatni, de azt szoktuk javasolni, hogy olyan 6 éves korig mindenképpen a szülővel szoktunk dolgozni, és a szülőn keresztül szoktuk oldani a gyermeknek a szorongásait is, és ez így van az alvás problémákkal is. Csecsemőknél főleg az anyukával szoktunk foglalkozni, később elképzelhető, hogy a másik szülő, az apán keresztül is tudjuk oldani az alvással kapcsolatos szorongást és problémákat. Ebben az életszakaszban, tehát 6 éves korig, az a jó, hogyha a szülő is bekapcsolódik a gyermek szorongásainak az oldásába, hogy sokkal mélyebben meg tudja érteni azt, hogy mi történik a gyerekkel, és sokkal könnyebben rá tud hangolódni arra, hogy hogyan is lehetne az ő szorongásait csökkenteni. Miközben egyébként az EFT-s foglalkozások során már rögtön oldjuk is a szülőn keresztül a gyereknek a szorongásait. Ebben az időszakban könnyen elképzelhető, hogy nem is a gyereknek a gyerekkori problémáival van gondja, hanem ha körülötte aggódnak és szoronganak a szülők, vagy veszekszenek egymással, vagy válásban vannak, vagy valami bizonytalanság van körülötte, akkor ezt ő nagyon jól érzékeli a kis radarjaival, nagyon könnyen átveszi, és ő maga is elkezd szorongani és aggódni. A gyermek az bemutatja kicsiben, hogy a szülőknek mi a problémájuk nagyban. Egyszerűen átveszi. És bármennyire is szeretnénk ettől őt megvédeni és megóvni, hogy ne menjen át, nem nagyon tudjuk megtenni, mert az ő radarjaik és antennáik érzékenyebbek. De ha mi magunk meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, és a saját szorongásainkat oldjuk, akkor az ő radarjai, azok már egy sokkal nyugodtabb és stresszmentesebb állapotot fognak fogni, ezért az éjszakai elalvásuk is könnyebben fog menni. És miközben a szülő a gyerek helyzetében van, addig saját maga is rájön arra, hogy hogyan lehetne szülőként a gyereket jobban megnyugtatni, hogy ő biztonságban érezze magát. Azt tapasztaltam a három fiamnál is, amikor nem tudtak elaludni, és másoknál is azt tapasztaltam, hogy ehhez hasonló
megoldások születtek az EFT-s foglalkozás során, hogy ilyenkor, amikor a gyereknek, kicsi gyereknek nyugtalanabb időszakai vannak, akkor oda lehet mellé feküdni, vagy őt befektetni a szülői ágyba, vagy valamilyen fajta testkontaktust fenntartani viszonylag hosszabb ideig, egy fél órás hátsimogatással, vagy bármi hasonló testi kontaktussal hamarabb meg lehet nyugtatni a gyerekeket, és könnyebben elalszanak. A másik, amit gondolok, hogy nem feltétlenül egyértelmű, hogy egy kicsi gyerek el tud-e aludni. Azt gondolom, hogy az alvás az egy olyan fajta készség, vagy képesség, amire ha a gyerek magától nem tanulja meg, akkor tanítható. Nem biztos, hogy egy este vagy két este elég, még az sem biztos, hogy egy hónap vagy kettő, de én abban hiszek, hogy a gyerekek megtaníthatóak arra, hogy hogyan tudjanak jól elaludni, és hogyan tudják átaludni az éjszakát. Ehhez a szülő részéről feltétlenül valamilyen fajta türelemre van szükség, és hosszabb távú gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy el tud fogadni szülőként, hogy most tanítod a gyereket. Nem csak járni tanítod, nem csak szobatisztaságra tanítod, nem csak enni tanítod, hanem megtanítod neki azt is, hogy hogyan tudjon jól aludni. Aztán 6-7 éves kor fölött a gyerekek már elég jól ki tudják fejezni, hogy mitől félnek, hogy milyen problémáik vannak. Az ő problémáik még mindig nagyon szorosan kapcsolódni szokott a szülők problémáihoz. Tehát vagy a családban van valamilyen feszültség és változás, ami időszakosan vagy kicsit hosszabb időre elalvási problémákat okoz, és ezért, hogyha ezekhez a családi változásokhoz, vagy családi feszültségekhez való viszonyát változtatjuk meg a gyereknek, tehát hogy nem fog már annyira szorongani attól, hogyha a szülei veszekszenek, akkor el fognak-e válni vagy sem, akkor könnyebben el fog tudni aludni éjszaka, könnyebben el tudja engedni a napi problémákat, hogy ne vigye már azt tovább az ágyba, a sötétbe és az éjszakába, a tudattalan folyamatokba. Tehát ilyenkor a napközbeni feszültséget és stresszt szoktuk kezelni, viszonylag hosszabb ideig, hogy a gyereket szintén megtanítsuk arra, hogy nincs veszélyben, biztonságban van, ezért elalhat éjszaka is. 6 éves kor fölött még a másik nagy téma, ami ébren tartja a gyerekeket, az iskolai élettel kapcsolatos feszültségek és problémák. Nem csak a családban lehet probléma, lehet az iskolában is. Lehet a közösséggel problémája, de lehet a tanulással, hogy az túl nehéz, vagy a számonkéréssel problémája, a dolgozatot írunk, felelünk. Az igazán a szorongósabb gyerekekre jellemző az, hogy már lefekvés előtt elkezdenek, vagy lefekvéskor elkezdenek a másnapi programokon, a másnapi számonkéréseken aggódni, és akkor nem tudnak elaludni. Viszont ha nem alszanak el, és nem alusszák ki magukat, akkor az természetszerű, hogy másnap nem fognak tudni olyan jól teljesíteni. Az ő esetükben az a megoldás, hogy az iskolai élettel kapcsolatos stresszt oldjuk föl. És azt, hogy ne szorongjanak annyira egy-egy számonkéréstől, ne szorongjanak annyira a tanulástól, és ne szorongjanak annyira a közösségben betöltött szerepeiktől. Úgyhogy a kisgyerekek éjszakai elalvására és átalvására is nagyon jó módszer az EFT, akár a szülőn keresztül próbáljuk meg a stresszt oldani, akár 6-7 éves kor után pedig a gyerekkel beszélgetünk erről, és az ő életében fellépő stressz helyzeteket tudjuk velük oldani egyéni EFT-s foglalkozások keretében.